Jelen pillanatban még a virágzás messze van, körülbelül egy hónap, ha úgy számolhatjuk, de a virágbimbó kialakulása az már megkezdődik, és a hatóság a virágbimbó kialakulásától kezdődően már elmarasztalja a termelőt, hogyha nem teszi meg a parlagfű elleni védelmet. Eddig ez a határidő június 30-a volt, most már nincs határidő. A jogszabályváltoztatást az indokolta, hogy a parlagfű nagyon jól alkalmazkodik hazánk időjárási viszonyaihoz. Emiatt képes volt a határidő előtt is virágozni. A főgyökérrel rendelkezik. Akár így kézzel is kihúzhatjuk a parlagfüvet. Ez a leghatékonyabb módszer a növény kiírtására. Ám nagy területnél ez nem kivitelezhető. Ott a kaszálás vagy a vegyszeres gyomírtás vezethet eredményre. A vetés utáni kelés előtti gyomírtások azonban idén nem sikerültek, mert nem volt elég bemosó csapadék, tette hozzá a szakember. Ha pedig a parlagfűvel fertőzött területről a hivatal tudomást szerez, akár egy ellenőrzés során, akár egy telefonos vagy internetes bejelentést követően, és a földhasználó nem írtja ki a gyomnövényt két héten belül, akkor megbüntetik. A kiszabott összeg akár az 5 millió forintot is elérheti. Ráadásul ilyenkor a hatóság kaszálást is elrendelhet, aminek költsége ugyancsak a földhasználót terheli. Az ellenőrzés történhet a területeket bejárva vagy éppen levegőből. A helikopteres felderítés augusztusban kezdődik országosan, így egyetlen terület sem maradhat rejtve, figyelmeztet Vörös Géza. Hiába is van valakinek félre eső területe, hogy rá se lehet menni az úton, a levegőben mindent látunk. Tehát ez egyértelmű, és lehet azonosítani könnyedén a területeket. A másik pedig, ami a veszélyes lehet a gazdálkodókra, a zöld számos bejelentés. Rendszeresek a telefonos bejelentések, a mezőgazdászok nem győzik ezeket kezelni. Ilyenkor a felügyelők kimennek és ellenőrzik, hogy van-e a területen parlagfű vagy egyéb veszélyes gyomnövény, például fenyő, cirok vagy aranka. Ilyenkor a szokásos eljárás történik meg, ha egy türelmi időt követően sem történik meg a mentesítés, megbüntetik a tulajdonost.